2021-es év emlékezetes hírét láthatják röviden. Lélekharangva davattak Bakson. Először a temetőben, egy 1879-ben Budapesten öntött, restaurált harangot állítottak ki. Az átadón a település polgármestere, Búza Zsolt köszöntötte a résztvevőket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Farkas Sándor államtitkár urat. Tisztelettel köszöntöm Antal Imre plébános urat, a megjelent képviselőket és mindazokat, akiknek érdeme volt vagy van abban, hogy a mai napon ünnepelhetünk, és a mai napon átadhatjuk újfent, ismét harmadszorra vagy negyedszerre a Baksi köztemetőben a lélekharangot. Aminek történése van, és szeretnék egy kis történetet elmesélni, hogy hogyan is jutottunk el ide. Úgy jutottunk el ide, hogy itt, ahogy most éppen vagyunk, itt volt az előző lélekharang is, illetve lélekharangok is itt voltak, és egy olyan fölépítmény, ami négy lábon álló tetőszerkezet volt, és ezt az eleink állították a halottaink tiszteletére, és arra annak a tiszteletére, hogy amikor kísérjük utolsó útjára a halottat, akkor természetesen a lélekharang hangzásával együtt kísérjük az utolsó útjára. A temető után a templomnál egy másik mentett harang került átadásra. Mind a két harang pusztaszeri mesterek munkáját dicséri. Máté Gábor, polgármester tervei alapján, Grósz Sándor asztalos, valamint Toldi Mihály készítették el. Trianon emlékművet avattak Balástyán. A trianoni békadiktátum aláírásának 101. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján került felavatásra a Balástyai templom előtti parkban a már tavaly elkészült emlékmű. A járványhelyzet miatt viszont csak idén tartotta meg az ünnepélyes avatást az önkormányzat. A megemlékezés kezdetén a szegedi őserő dalárda dalokkal és versekkel készült a résztvevők számára. Újvári László polgármester beszédében megemlékezett az 1920. június 4-i eseményekről. Amikor azt a történelmi dátumot halljuk, hogy 1920. június 4-e, akkor szerintem nem nagyon van magyar hazában olyan állampolgár, aki ne tudná, vagy legalábbis ne sejteni, hogy miről is van szó. Igen, akkor a Párizs környéki béketárgyalások kapcsán a Versailles-i Nagy Trianon kastélyban délután 16 óra 32 perckor aláírták Aponyi gróf úrral, aki a tárgyaló delegáció vezetője volt, kényszerűen alá kellett neki írni egy olyan nem szerződést, mert szerintem egy szerződés messze minimum két fél közötti jognyilatkozat. Ez nem szerződés, ez szerintem diktátum. A templomi ünnepséget a szegedi őserő dalárda műsora, majd Mészáros János Elek koncertje zárta. Ezután a templom előtt felszentelte Antal Imre plébános, a Katona Szonya szobrászművész által készített emlékművet. Elkészült a pusztaszeri Szentháromság templom, amelyet június 13-án fel is szenteltek. Erről kérdezem Antal Imrét, pusztaszere plébánosát és a település polgármesterét, Máté Gábort. Köszöntöm Önöket! Mit is tudhatunk erről a templomról, hogyan is valósult meg annak idején, hogyan is kezdődött ez a folyamat, hogy templom épüljön itt a településen? 2012-ben indult el ugye a zarándoklat, és olyan 14-15 környékén jutottunk arra a szintre, hogy püspök úr összeismertetett engem a tervezőjével, Germán Gézával, és akkor hát a beszélgetések útján indult a dolog. Leültünk a Gézával, beszélgettünk, elmondtam én a falu lakosságának az elképzeléseit. A falu lakossága mindenképpen egy hagyományos templomot
szeretett volna, de azért elengedtük a fantáziánkat. Tehát volt itt szó arról, hogy kilátós torony legyen, hogy itt a pusztába kitekinthessünk a torony ablakából. Volt szó arról, hogy a ravatalozóhoz hasonlóan egy kunhalomszerű templom legyen, ami földdel van burkolva, a gyerekek télen szánkozhattak volna rajta. Tehát voltak ilyen extrém ötletek, de természetesen aztán alakultak, csiszolódtak ezek az elképzelések. Úgyhogy végül odáig jutottunk, hogy egy viszonylag hagyományos fölépítésű templom készüljön, vagy készült, ilyen terv alakult, és egy minimál dizájnnal, mondhatnám így egy kicsit rossz kifejezéssel, tehát egy egyszerű, a célnak megfelelő, egyszerű vonalvezetésű, nem túl díszített templom legyen, de azért a hagyományos jellege az megmaradjon, a falu így szerette volna. A szentelésen mik voltak a tapasztalatok mind a lakosság tekintetében, mind pedig a résztvevők tekintetében? Természetesen mindenki örült, hiszen célba ért az építkezés, és megvalósult a közösség vágya. Nagyon sokan eljöttek, engem meglepett, hogy ilyen sokan voltak. Jó volt látni, ahogyan gyermekek, fiatalok, idősek, természetesen vendégek a környékbeli településekről. Egyre csak jöttek, és jó volt hallani azt is, hogy tetszik nekik. Végéhez ért a Zöldváros kialakítása Kistelken projekt. A Kistelekvárosi Önkormányzat Kisteleki Városfejlesztési Kft.-vel konzorciumi partnerként több mint 700 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. A projektben megújultak a főutcák, zöld felületek, fasorok és a cserjék teszik zöldebbé a várost. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Én is szeretettel köszöntelek valamennyiőtöket. Mi a lényege ennek? Én annak idején arra tettem fogadalmat, hogy építész létemre minden lehetőséget megragadok, hogy a falusias környezetű településünkből, akkor már városból, egyre inkább városias környezetet hozzunk létre. Ez a program, amit most csináltunk, ami testvére az előzőnek, mikor városközpont rehabilitációval létrejött a Szent István tér, ez gyakorlatilag annak egy továbbfolytatása. És ti, akik nagyrészt itt élünk, a mi kis városunkban, nyilván nektek kell azt a véleményt megfogalmazni, hogy városiassabbak lettünk-e. Nekem mit jelent a városiassabb? Rendezettebb, még inkább kulturáltabb, még inkább tiszteletbe tartva, ami zöld, az legyen zöld, amit pedig járunk és használunk, az meg legyen burkolt. És az a kettő egyébként egy olyan állapotot hozzon létre, amit egyébként még szeretünk is. A projekt célja, hogy komplex módon fejlessze a lakosság életminőségét, javítsa a városképet. A zöld felületek pedig egészségesebb és szebb környezetet hozzanak létre. Majd Vas Rozália projektmenedzser összegezte a projekt főbb tevékenységeit. Támogatást a TOP 212 pályázati forrásból nyertük, 100%-os támogatottsággal 729 millió forintból tudott megvalósulni ez a projekt. Igazából mi jött ebből létre? 4 rendezett főutca parkolókkal, egy játszótér, 2 buszmegálló, 2 gyalogátkelőhely, elhelyezésre került 43 szemetes, megújításra került több mint 18.500 négyzetméter fű, 12.000 négyzetméter térkő, aminek ugye nagyobb része járdafelület, a másik 5000 négyzetméter pedig ugye a járművek parkolására, illetve a kapubejárókra készült. Ugye a 2 új buszmegállónk, kikerült 30 darab pad és 176 darab kerékpár tároló, tehát én azt gondolom elég sok olyan dolog került be a városba, aminek hiány voltunk. Majd egy jelképes szalagátvágással zárult a projekt, és a megújult városrészt hivatalosan is birtokba vehették a kisteleki lakosok. Kistelken nyílt meg az országban egyedülálló módon a Kárpát-medence temetkezési szokásait bemutató kegyeleti park. A Kistelki Néprajzi Kegyeleti Parkban eredeti és másolatként készített sírjelekkel mutatnak be különböző temetkezési szokásokat. Az egy hektáros területen egy fogadóépület is megtalálható, ahol különböző tájegységek lakóira jellemző temetkezési szokásokat lehet megismerni. A Kistelki
Néprajzi kegyeleti témapark, ahogy a neve is mutatja, alapvetően a paraszti kultúrához nyúl vissza, a 19.-20. század fordulója az időbeli szűrő. Témapark abban a tekintetben, hogy egy adott témát járunk körül, ez pedig a halál és a halálhoz kapcsolódó szokáskör. Mintegy egy hektáros területen állunk. A történelmi Magyarország határvonalain belül jelöltük ki azokat a helyszíneket, településeket, ahonnét ezeket a tárgymásolatokat, a sírjelmásolatokat bemutatjuk. Kistelek településről 5 eredeti sírjelet mutatunk be, ami azért is fontos, hiszen Kisteleken valósult meg, és rendkívül fontos az, hogy a helyiek magukénak érezzék ezt a parkot, ezt a fejlesztést. Vas Rozália projektmenedzser nyitotta meg az átadót, majd átadta a szót Sejben Józsefnek, aki a kisteleki képviselőtestület nevében kezdte meg a beszédeket. Kisteleki lakosként nagy büszkeséget tölt el, hogy városunk újabb értékkel látnivalóval gazdagodott. A múltunk megismerése és tisztelete, hagyományaink, szokásaink és kultúránk ápolása, megőrzése nélkül gyökértelenné hazátlanokká válhatott. Ezáltal pedig a jövő nemzedékének gyermekeink boldogabb jövőjét kockáztatnák. Ahogy Babics Mihály mondja, sokkal szebben és tömörebben, múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. A megnyitó szalagátvágással zárult, és a résztvevők egy tárlatvezetésen vehettek részt dr. V. Katalin és Szabóné Bognár Anikó által összeállított témaparkban. Idén is az ünnepélye zászló felvonással kezdődött az augusztus 20-ai rendezvénysorozat Kisteleken. A zászlókat Nagy Sándor, a település polgármestere, Domonics János alpolgármester és dr. Nagy Rusztem jegyző húzták fel fanfárok hangjainak kíséretében. Rögtön ezután elrajtolt a Szent István napi ünnepi futás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Évek óta hagyomány már, hogy egy utcai versennyel indul a 20-ai ünnepség sorozat Kisteleken. Idén a Magyarországos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség felvette a hivatalos versenyek sorába a rendezvényt, így más városokból is érkeztek versenyzők a mezőnybe. A reggeli sportrendezvény után folytatódott az ünneplés. A város polgármestere, képviselői és intézményvezetői a Szent István szobornál és a Mária Terézia szobornál helyezték el a megemlékezés virágait. A virágok elhelyezése után egy ünnepi szentmisén emlékeztek meg a városunk templomának védőszentjéről, államalapító Szent Istvánról. Az ünnepi szentmisét Kovács Zoltán atya celebrálta, míg a szentbeszédében Imre atya emlékezett meg hitünk fontosságáról, nemzetünk születéséről. A szentmise egy körmenettel zárult, ezután a résztvevők a vásártérre vonultak. Kistelekváros képviselőtestületének döntése alapján átadták az év rendőre, az év tűzoltója, valamint az év mentőse díjakat. Az év rendőre díjat dr. Sejben Győző rendőrőrnagy vehette át, az év tűzoltója Balázs András tűzoltószázados lett, míg az év mentőse díjat György Dániel mentőszakápoló kapta az idei évben. Majd következett az augusztus 20-ai ünnepség sorozat fénypontja, az új kenyér megszentelése, melyet dr. Kisrigó László megyés püspök szavai kísértek. Majd a mezőgazdasági kiállítás megnyitója után a délutáni programok következtek, ahol több kisteleki fellépő mellett vendégek is színesítették a rendezvényt. Majd következett a fúvózenei találkozó, mely a Rákóczi utcáról indult. Ennek keretében fellépett az idősebb Vándor Rudolf fúvózenekar és meghívottjai, a Kalocsai fúvózenekar, valamint a Kiskörös város fúvózenekara. Ezután az Apostol együttes következett a kistelekiek nagy örömére, majd tűzijátékkal és utcabállal zárult az este. Szobori búcsút rendeztek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A búcsúna hagyományőrző programok mellett a látogatók Kisrigó László megyés püspök által tartott ünnepi szentmisén is részt vehettek, ahol átadták a szerüzenete díjakat. Idén Vízkeleti Mariant,
Az állami szervek működésének elemzésért felelős miniszterelnöki biztos tüntették ki, aki végül nem tudott részt venni a rendezvényen. A miniszterelnöki biztos mellett Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár is megkapta a szerüzenete díjat. Meg vagyok hatva, és nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést. Első gondolatom az lehet, hogy Viszkeleti Mariannak ezúton is jobbulást kívánjak. A második pedig az, hogy ahogy talán ebből a laudációból is hallatszott, egész életem során az oktatás ügyével volt szerencsém foglalkozni, oktatóként is, illetve most pedig az állami igazgatáson belül. És ugye a kormányzati pozíciókat ugyan senkinek sem dolga, hogy rangsorolja, de azt gondolom, hogy egy olyan területre vezényelt a Jóisten, amely talán egyre fontosabb lehet az identitásunk megőrzése terén. Hiszen ami evidencia volt adott esetben évszázadokon át, hogy az oktatás, az egyház és a nemzet dolgával szoros összhangban volt, az azért ma a nyugati világban egyáltalán nem biztos, hogy így van, és talán egyre több olyan ügyünk van, egyre több olyan tevékenység, ahol bizony oda kell figyelni, hogy az oktatás ügye az a nemzet ügyét, az egyház ügyét, a test, a lélek és a szellem ügyét szolgálja, szolgálhassa. Én nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést, és igyekszem méltó lenni arra, hogy mindig a szemem előtt tartsam a nemzeti nevelés és az egyházi nevelésnek a dolgát, az ügyét. Azt gondolom, ez kiemelt fontosságú a jövőre nézve is. Felnőtt magyar bajnok lett Székus Zoltán díjugrató. Erről kérdezem először is. Köszöntelek, mielőtt rátérnénk így a versenyre, milyen érzés volt magyar bajnoknak lenni, és hogyan is jutottál el idáig? Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket. Nagyon jó érzés, igazából még mindig ott tartok, hogy az eufória még kitart, és nem nagyon tudom ezt felfogni így hirtelen, de nagyon jó érzés, egész évben dolgoztunk érte, illetve sok-sok éve dolgozunk érte. Az idei év az nagyon jó, összejött, valamennyi esély azért volt rá, hogy elővégezzünk. Én úgy indultam el, hogyha az első háromba sikerül a végén ott lenni, akkor az nagyon jó, azt aláírtam volna előre. De aztán így jött ki, hogy pont aranyat sikerült, ez meg egy fantasztikus jó dolog, de ezt elsősorban Rikolának köszönhető, mert 5 pályát ugrott hibátlanul, verőhiba nélkül ment egész végig a bajnokságban, és ez nagyon ritka dolog. Nem is máslónak nem is sikerült, vagy másik párosnak, de ez a bajnokságokban is nagyon ritka, hogy végig verőhiba nélkül szerepeljen egy páros. Mit tudhatunk erről a versenyről, hol volt pontosan, és hogyan is zajlott? Bábolnán volt a verseny, a bábolnai Ménes Birtok rendezte a versenyt. Budapesten Kiskunhalason szokott még lenni, illetve Bábolnán. Én nagyon szeretem Bábolnát, nagyon jó a pálya mérete, a talaja, az egész atmoszféra, nagyon szép a környezet. A Rikolának is nagyon fekszik, hiszen tavasszal ott a világkupás versenyen másodikak tudtunk lenni. Nagyon jól ugrott azon a versenyen, ez most is így volt. És hát maga a bajnokság az nem könnyű, tehát minden oldalról kikérdezik a párosokat, mindent tudni kell. Első nap menni kell egy nagyon gyors versenyszámot, egy vadászversenyszámot. Ez azért van, hogy hibapont egyenlőség ne alakulhasson ki. Itt nem verőhibát számolnak, illetve a verőhibát átszámolják idővé, és mindenki, illetve az időt számolják át verőhibává, és így alakul ki egy sorrend, és így pont egyenlőség a bajnokság végén nem alakulhat ki. Így történt az, hogy 0,7 hibaponttal sikerült nyerni a bajnokságot, nagyon szoros volt végig. Úgyhogy ez az első napja, aztán van másnap egy kétfordulós csapatverseny, ahol itt a régióból Bács-Kiskun megyével és Csongrád megyével karöltve csináltunk egy 4 fős csapatot. Az érdekesség az, hogy azt is sikerült megnyernünk, a csapatversenyt. Ilyen nem is fordult még elő, hogy a csapatversenyt is sikerült megnyerni, és még az egyénit is, illetve nekünk Rikolával sikerült a középdöntőt is megnyerni egyedüli dupla hibátlan teljesítménnyel. Kosárlabdatornát rendeztek idén Molnár Péter emlékére. Erről kérdezzük Lazány Etelkát, a torna szervezőjét. Köszöntöm Önt, mit is tudhatunk erről a rendezvényről? Hát évek óta megrendezzük ezt a tornát, ezt a városi kosárlabda tornát, és a Peti az oszlopos tag volt mindig, régebben együtt kosárlabdáztunk.
és azért gondoltam, hogy mivel most Peti nem tud részt venni rajta, ezért az ő emlékére rendezzük meg ezt a tornát, ezért is alakítottuk ki ezt a kis emlékhelyet, hogy mindenki megfelelőképpen meg tudjon emlékezni róla. Nagyon hiányzik nekünk, Peti a tornáló is nagyon hiányzott a kosárlabda életbe, benne volt Kisteleken, úgyhogy ezek után Molnár Péter kosárlabda tornának szeretnénk majd nevezni ezt a tornát. Egy évben egyszer vagy kétszer szoktuk megrendezni, attól függ, hogy jön ki a lépés. Most ugye a vírus miatt nem volt tavaly, és most nagyon örülünk, hogy meg tudtuk rendezni, csak ez egy kicsi árnyékot vetett rá, hogy a Peti nem tudott itt lenni velük. Ugye gyűjtést is szerveztek ezen a tornán a fiának. Erről mit tudhatunk? Igen, hát a Danit próbáljuk, a Molnár Danit, a fiát próbáljuk támogatni rendezvényeken való gyűjtéssel, meg egy alapítványt is szeretnénk majd létrehozni a Peti nevére, hogy a tanulmányaiban próbáljuk segíteni a Danit, ha már ilyen nagy veszteség érte. Hány csapat vett részt ezen a tornán, és milyen eredmények születtek végül? Ezen a tornán 4 csapat vett részt, általában ennyien is szoktunk lenni, legfeljebb 5 csapatos a torna, de inkább 4. Az első helyezést most a Lunka Fan Club szerezte meg, a második lett a Dream Team, a harmadik a Alföldi Hegyi Menők csapata, és a negyedik a Sasa nevű csapat. A legtöbb kosarat, a legtöbb pontot Jenei Norbert szerezte, és a legtechnikásabb játékos a szavazatok alapján Szilvi Renzó lett. Átadták az M5-ös autópálya le is felhajtóját Csengelén. Ünnepi műsorral kezdődött az átadó, ahol a helyi mazsorettesek és a fúvú zenekar tagjai érkeztek a helyszínre. Dr. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter kezdte meg az ünnepi beszédeket. Korábban már Szeged összekötése Budapesttel megtörtént, mint egy másfél évtizede az M5-ös autópályán itt integethetnek Csengelének a csengeleiek, és ahelyett, hogy néhány száz métert megtennének autóval, az egyik irányból 17, a másik irányból 23 kilométert kellett eddig autózni annak érdekében, hogy elérhessék az autópályát. Ez egy méltatlan helyzet volt. Nagyon örülök annak, hogy mindazok, akik Csengel, illetve a környező településeken élnek, most már nem kell, hogy mintegy 20 kilométert autózzanak, hogy a tőlük egyébként néhány száz méterre lévő autópályát elérhessék. Abnormális helyzetet sikerült tehát megszüntetni. A jobb életszínvonalat biztosít ez a rövid útszakasz a Csengelén élőknek, és azt jelenti, hogy mostantól néhány perc alatt az autópálya elérhető. A település polgármestere Dr. Tóth Tibor zárta az átadót. Ez a most megépült útcsatlakozás, ez nagyon fontos nekünk. Ennek eredményeképpen nekünk a Csengeléről vagy Csengelére közlekedőknek nem kell több kilométeres kerülőt tennünk. Ez nagyon lényeges, hiszen lerövidül az utazási idő, és jobb minőségi úton érhetjük el úti célunkat. Így életkörülményeink jelentősen javulnak. Ezért hiszem azt, hogy ez a mai nap kisfalunk nagy napja. Az már most jól látszik, hogy az út átadása az itt élők mindennapjait fogja majd megkönnyíteni. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a településünkről. És hiszem én is azt, hogy egyre többen használják majd ezt az új autópálya csatlakozást, hatalmas jelentősége van a falunk életében, mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból. Ezután átvágásra került a nemzeti színű szalag, majd ezt követően Antal Imre plébános szentelte fel az útszakaszt. Végül a helyiek ünnepi műsorával és az óvodások által készített karácsonyi mézes kalácsok kiosztásával zárult a rendezvény. 12x25 méteres, műanyag alapú, minden 4 évszakban használható műjégpályát adtak át a településen. A pályát az Agrárminisztérium pályázatán elnyert 20 millió forintos támogatás segítségével, mintegy 23 millió forintból hozta létre az önkormányzat. Az átadón a város polgármestere Nagy Sándor kezdte a beszédeket. Azt gondolom, hogy van, aki úgy nőhetett föl, hogy akkor még volt jég, és tudja, mi a korcsolyázásnak a fantasztikus öröme, és az utóbbi időben azt látjuk, hogy nincs jég. Nincs olyan hideg, nincs hó, és egyébként a mi gyerekeink úgy nőnek föl,
itt Kistereken és a környéken, hogy bizony nagy részt nincs lehetőségük megtanulni, még korcsolyázni sem. És szerintem, amikor mi élünk egy kisvárosban, vagy bármely településen, tudjátok mi a fontos? Mindenkinek legyen valami olyan hely, hogy azt tanúcodának hívják, vagy jó sportcsarnoknak, szép óvdának, szép iskolának, vagy jó térnek, vagy éppen egy kis koripályának, ahol az nekem fontos, és szeretek ide járni. Szeretek azokkal az emberekkel, gyerekekkel, barátokkal együtt lenni. Magyarul egyre inkább azt tartom legfontosabbnak, hogy találjuk meg azokat az apróbbnak tűnő dolgokat, amivel mi még jobban szeretünk itthon lenni, még jobban szeretünk Kisteleken élni. A nemzeti színű szalag átvágása után végül egy lucanapi hagyományőrző műsorral zárult a pályaolvató.